Hát még minden rendezvényt egy történet köré építettük az újdonságokat és a szoftvernek a lehetőségeit ebben az évben. A Star Wars-ból ismert R2-D2 nevű robot köré építettük a bemutatóinkat. A Solid Edge ST 9-es újdonságait robot tervezése kapcsán tudtuk megmutatni. Egyik legnagyobb újdonsága egy beépített PDM funkcionálatással bíró rész, ami gyakorlatilag az összes Solid Edge licenszben benne van. Ez gyakorlatilag egyedülálló, nincs semmilyen más konkurens termékben benne, így a Siemensnek a Solid Edge fejlesztői egy nagy ugrást tettek annak érdekében, hogy gyakorlatilag a PDM funkciók mindenki napi szinten tudja használni. Ez egy új irányvonalat is fölvetít a cégek jövőjébe, hogy most már nem csak a tervezési funkciókat kell támogatni, hanem olyan PDM vagy céges tervezési folyamatokat is, amit eddig nagyon nehezen vagy egyáltalán nem lehetett megcsinálni. Gyakorlatilag egy partnerségben dolgozunk együtt az Enterprise Group-val, közben 2 évvel ezelőtt kezdődött az együttműködés. Az együttműködésnek az alapja az a Technomatics programcsomag, mint a Siemens egyik termékcsaládja, azon belül is kifejezetten a gyártási és logisztikai szimuláció, folyamatszimuláció. Az együttműködésünknek a lényege pedig, hogy ennek a szoftvernek, ennek a technikának, ennek a tudásnak, ennek a kultúráját Magyarországon egy picit terjesszük, együtt az Enterprise Group segítségével. Az Enterprise Group biztosítja azt a szoftver támogatást, azt a szoftver disztribúciót, ami ehhez a szoftverhez szükséges, mi oldalunkról pedig biztosítjuk ennek a szoftvernek a tudás támogatását, oktatását és a karbantartását, illetve a követését, a követéshez tartozó segítséget. Mivel a napi munka során Solid Edge szoftvert használunk, amit az Enterprise Group biztosít számunkra, ebben próbáljuk fejleszteni a tudásunkat évről évre. Tavaly volt az első EPLM Trend rendezvény, amin részt vettem, és nagyon színvonalas rendezvény volt, mind kivitelezésileg, a helyszín, a programok szakmailag remek lehetőséget nyújt arra, hogy mind az Enterprise Groupnak a termékportfólióját, mind az ügyfélkörét egy kicsit jobban megismerhesse az ember. Ezért döntöttünk úgy idén is céges szinten, hogy eljövünk a rendezvényre. Amiben más a tavalyitól, hogy komolyabb bemutatóanyaggal érkezett a cég, például itt van egy teljesen működőképes R2D2 robot, valamint az ügyfelek visszajelzését meghallgatva idén inkább a szakmai részre koncentrálnak jobban, mint a marketing részre. Ebben az évben is, mint tavaly, partnereinket meghívtuk a kiállításra. Hozzák ide azokat az újdonságokat, amikkel ők foglalkoznak. Kiemelném a Quasar Micro Kft-t, akik a Microsoft területen a felhő alapú technológiákkal foglalkoznak. A régi partner a Fujitsu, akinek a hardvereit forgalmazzuk, megint meghívtuk őket és kiállítanak vadonatúj gépekkel, notebookokkal, amik a legkorszerűbb technológiát képviselik. Ők vannak itt, mint kiállítók.